Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek egy újabb CC shoppingot, ami ugyancsak a Decades Challenge-hez fog kapcsolódni. Mostanában minden körülbelül ehhez a kihíváshoz kapcsolódik, mert nagyon-nagyon szeretném már elkezdeni, de még nem tudom. Úgyhogy hát addig is azzal elégítem ki vágyaimat, hogy ilyen ruhákat és hajakat és mindenfélét keresek, ami segít felkészülni erre a kihívásra, mert amúgy ez egy elég nagy kihívás, és elég összeszedt és sok odafigyelést igényel. Na de mindegy is, mint láthatjátok, most egy konkrét oldalról fogok csak és kizárólag ruhákat leszedni, illetve csak és kizárólag egy konkrét oldalról fogok leszedni ruhákat és hajakat, és amit még találok, ez pedig a historicalsimslife.blogspot.com. Megtaláljátok kiírva a képernyőn ezt a linket, illetve a website nevét, és lent a leírásban természetesen megtalálhatjátok az elérhetőségét is. Úgy gondoltam, hogy azzal kezdem ezt a videót, hogy megmutatom nektek, hogy milyen ruhákat hordtak körülbelül az emberek az 1890-es és 1900-as években. Esetleg még belemegyünk az 1910-es évekbe is, ezt még egyelőre nem tudom, de most egyelőre ez lesz a tervem, hogy gyorsan megmutatom nektek, hogy milyen képeket találtam. Szóval itt is van néhány kép. Ez egy farmon élő család 1890-ből. Igazából 1890-et és 1900-as éveket egybevettem, mert igazából nem túl sok változás történik ez alatt az idő alatt a ruházkodás terén, úgyhogy ez most így az első szekciója a videónak, az 1890-es és 1900-as évek lesznek. Szóval ez egy normális farmer család, egy farmon élő család, mint láthatjátok, nagyon sok gyerekkel, 6-7-8 gyerekkel, egy kutyával, elég durva, és ez a teljesen ilyen, hát egy ilyen farm, ilyen kis kényelmes dolgozó ruhák ról van itt szó, ilyen semmi szín, meg semmi minta, vagy hát nem túl sok, úgyhogy ez egy átlagos farmer család. A következő képen kettő farmer bácsi található, ilyen kis, opá, na, hogy is mondjam, tehát ilyen kis mellényük van, ezt nagyon, nagyon jól megfigyeltem, és hosszú szárú csizmájuk. Bár lehet, hogy ez nem hosszú szárú csizma, hanem csak a folytatása a nadrágnak, de én úgy vélem, hogy talán az lehet. Nem értem, hogy miért vannak fehérbe, vagy legalábbis ilyen világos színbe a farmerok, mert hogy azért szerintem elég összetudják gaszolni magukat a farmon, de mindegy. Látható, hogy ilyen kis bajszuk is van, és kalap, ilyen kis valamilyen kalap van a fejükön. A következő az egy általános ruha, hogyha jól tudom, akkor ez ilyen, igen, ilyen farmon élő családi, ilyen női ruha. Teljesen egyszerű, semmi extra. Ez pedig már egy kicsikét durvább, elegánsabb ruhák. Gondoltam, hogy mondjuk a gazdagabb szimeknek ilyen, illetve embereknek, hát nyilván a Sims-ben majd szimeknek, de most így még embereknek ilyen nagyon csili-vili, ilyen nagyon csiri-csári, ilyen nagyon olyan, nem is tudom, nekem annyira nem tetszenek ruháik voltak, ugye a gazdagabbaknak szerintem. A kalapjuk is van, meg mindenféle hajdísz, úgyhogy igen, ezek a gazdagabbak. Ők szintén a gazdagabbak közé tartoznak, gondolom orvosok és hasonlók lehetnek ezek az úri emberek. A kalappal, igazából ez már silinder, de mindegy, vagy cilinder, kis szemüvegben, nagyon elegánsan, tehát körülbelül így nézhettek ki az akkori tehetősebb férfiak, de ugyanúgy kis bajusszal, meg szakállal. Szerintem tök cuki. És akkor itt van egy ugyancsak farmer ruha, hát ilyen szegényebb családból származó farmer feleség ruha. Ez nekem nagyon tetszik, és egy ilyen ruhát már az előző Decades Challenge-es CC shoppingomban már mutattam egy ilyet, úgyhogy igen. Ez egy ilyen teljesen egyszerű, normális farmer ruha. És akkor itt is ilyen egyszerű, hát ezek szerintem valamilyen munkás
hogyha nők esetleg igazából. Nem tudom, ez én nekem nőknek tűnnek, főleg, hogy szoknya van rajtuk, úgyhogy szerintem ezek valamilyen munkás nők, így egyenruha lehet ez rajtuk, nem tudom, de ez is egy ilyen teljesen egyszerű, ezt se hiszem, hogy túlságosan gazdag. Tehát ők se, nem hiszem, hogy túlságosan gazdag légkörből jöttek ők is, vagy gazdag háttérrel rendelkeznek. Igen, és ez megint csak egy ilyen tehetősebb családi portré. Ez nekem egyébként nagyon tetszik ez a kép. Úgyhogy igen, ez is ilyen kis elegáns blézer, bár az eléggé furcsálom, hogy a nőnek van csokornyakkendője, de amúgy nem néz ki rosszul, nekem tetszik ez is. És a következő kép szintén farmer férfiakról van. Igen, ahogy látom, magas csizmájuk van. Na, akkor jól láttam, hogy magas csizmájuk van, kalapjuk, ez egy kis szalmakalap szerintem, és igen, most már körülbelül van fogalmunk arról, hogy hogy is nézhetnek ki, illetve nézhette ki az 1890-es, illetve 1900-as években a farmerek, meg hogy valamennyire hogy nézhettek ki a tehetősebb, hogy öltözhettek a tehetősebb emberek. Úgyhogy most térjünk is vissza az oldalunkra. Na most nem találtam túlságosan sok képet arról, hogy milyen alsóneműt viseltek például a nők, de ez nekem nagyon tetszik. Ezt a Madame Rococo stílusút nem fogom letölteni szerintem. Egyébként itt oldalt vannak ilyen pontokba szedve, illetve ilyen kategóriákra osztva a ruhák, hogyha esetleg úgy szeretnétek letölteni. Én majd az 1920-as évekbeli dolgokat majd nyilván innen fogom. Ez tök jó, hogy van ennek egy ilyen külön pontja, hogy az 1920-as évek. Hát, igen. Szóval szerintem ezt a vintage lingeriét, nem is tudom, hogy kell kimondani, le fogom tölteni, mert, mint mondtam, nem igazán, hoppá, hányszor nyitottam meg, te jó ég, nem igazán tudtam rájönni, hogy milyen ruhákat hordtak, illetve milyen alsó neműjük volt a nőknek. Ez tartalmazza a zoknit is, vagyis ezt a kis harisnyát, és ezt az alvó ruhát is. Nekem ez nagyon tetszik. Igen, teljesen szuper, nekem tetszik, és nem is kell hozzá semmi, mert a mest azt a Base Game-ből és a Get Famous-ből vették, úgyhogy, hogyha valakinek megvan ez a két játék, Base Game nyilvánvalóan, de hogyha megvan a Get Famous, akkor is ez jó, de szerintem nem is tudom, hogy melyik lehet a Get Famous-os egyébként. Na mindegy. Szóval ez az első, és gondoltam, ezt is letöltöm, mert ez is tetszik nekem, úgyhogy ez is jöhet. Akkor hát fiúknak nem tudom, hogy milyen ruhájuk volt, vagyis hát illetve meg tudom nézni. Itt is van a családi portré, hát ilyen kantáros. Úgyhogy ez szerintem abszolút nem illik bele a képbe, viszont ez nekem tetszik, én ezt is letöltöm. Ezek is esetleg... ez haj! Nagyon tetszik ez a haj, ezt letöltöm. Ez a kettő dressz, én nem is tudom, hogy... Szerintem ezeket is letöltöm, mert ezek is ilyen kis egyszerűek. Esetleg ilyen elegáns ruhádnak jó lehet, hogyha farmerekről van szó. Ez a haj is nagyon tetszik, viszont ezt a hajat nem hiszem, hogy le fogom tölteni. Ez olyan nagyon, nagyon úri, ez már olyan túlságosan. Mi van itt még? Ez ilyen kinti viselet, illetve ilyen hideg időben használt viselet, szerintem. Ez is jöhet gazdagabbaknak nyilván, és arisztokrata, látjátok. Ez is jöhet, és ez is jöhet szerintem. Esetleg kisebb lányoknak tök jó lehet ez, kisebb, tehetősebb lányoknak, viszont ez a ruha nekem egyáltalán nem tetszik, úgyhogy ezt skippelem. Van itt piszta is, ez nekem tényleg egyáltalán nem kell, ez pedig ilyen kalózos ruha, ez se kell nekem. Mi van itt még? Hát nem tudom, hogy lányoknak, ez esetleg kabátnak, hogyha valamelyik lány iskolába jár. Ez nekem, ezt esetleg jöhet, ez a kis régiesebb, és ez a felső, ez tökre tetszik, ez egy blues, ez nagyon tetszik, ez is jöhet. És ez is jöhet, szerintem ez is egy ilyen arisztokrata, illetve tehetősebb családból származó. Vagy esetleg valamilyen elegáns ruhának teljesen jó lehet. Ez megint nem tetszik nekem. Ez a portré, ez jöhet, ilyenem nincsen, és milyen szép ruhák vannak itt. Ez is jöhet, ez pedig tök jó lehet
esküvői ruhának. Ú, de gyönyörű ez a Úristen, ezek is jöhetnek. Kandallók. Ez már túl díszes. Ez nekem nem jön be. Princess Hair. Hát, jöhet végül is. Újabb képek, a képekből sosem elég. És itt van még egy dress. Hát, nem kell szerintem. Historical Portraits. Super. Dandy Suite for Men. Nem kell az se. Mi van itt még? Biztos, hogy van valami olyan, ami én különösen ilyen farmereknek. Ó, ez is jó esetleg kinti ruhának. Szóval én ilyen farmereknek szeretnék. Portrék, még jó, szuper. Tehát farmereknek szeretnék főleg nézni ruhákat. Ez jó, ez a Jackie, csak nem ebbe a kihívásba való, úgyhogy ezt inkább hanyagolom. Ó, ez már igazán. Ó, megvannak, amiket én keresek. Ez túlságosan királynős, de ezt kerestem. Ez egy tökéletes ilyen farmer lány ruha, és ez pedig egy tökéletes farmer feleség ruha. Tökre tetszik. És akkor itt vannak ilyen medievalból Sims 4-re átkreált, vagy nem is tudom, hogy mondjam, székek és szófa, ami szintén szuper lehet, úgyhogy ezt is letöltöm. És ez milyen király, ez az a, úristen, woodworking table, csak egy ilyen valamin. Ez esetleg hasznos lehet, hogyha valaki még előbbi időkben szeretne játszani, de nekem nem hiszem, hogy nagyon hasznomra lenne. És vannak itt ezek a boltívek, ezek is jöhetnek nekem, ezek is nagyon tetszenek. Milyen épületeket fogok még építeni, nem is tudom. Ó, van iglu. Az nem kell. Ez se kell. Ez megint csak ilyen medievalos. Ez is. Ilyenek nekem nem kellenek, mert ezek nem olyanok, amilyeneket én keresek. Van itt bejárónő ruha, ami nekem jelenleg szintén nem kell, viszont van itt ez jó, ez tetszik. Ezt azt hiszem az előzőben is mutattam, de végül nem töltöttem le. Ez a ruha pedig szerintem megvan nekem, úgyhogy ez nem kell, viszont szerintem ezt is hasznos lehet letölteni, ez is király. Ó, itt vannak ilyen pizsamák végül is, ezek is tök jók mindkettő, és ez is tetszik. Ez is szerintem illik a korhoz, és a férfiaknak ez is jöhet. Medve szőnyeg, úristen, az nem kell. ne bántsuk a medvéket. Ez megint más. Nem, ez se kell. Hát Matilda top azt írja, de ez se kell nekem. Hú, ez már prehistorik ilyen lion cloth, vagyis oroszlán ruha. Oroszlán bőrből készült ruha, gondolom. De ez se kell nekem. De gyönyörű. Ez kell nekem. Ezek a festések, vagy micsodák. Viszont ez se rossz ruha, ezt is letöltöm. És ez is tetszik, ez is nagyon tetszik. Pózokat most nem keresek egyébként, azok nem kellenek. Akkor vannak itt, ezek tök jól néznek ki. Ezek is jöhetnek, ezek a elegáns ruhák. És ez csak zokni gyerekeknek, vagy illetve toddlereknek, viszont ez a haj is jöhet, ez a sapka is jöhet, ez is tetszik, és mi van itt még? Lehet újjen bottal járni, hogy az idősebbek bottal járjanak. Wow! Ezt is tetszik, ez is letöltöm. Biztos majd szükség lesz rá. Van itt mindenféle nagyon szép haj, ez is jöhet. Igen. Ez is gyönyörű, ez a wardrobe, úgyhogy ez is jöhet nekem. Ez nem kell. És akkor itt van, hogy... Aha, ez is jó. Ez is jó, szerintem jó lehet. És ez se rossz. És vannak itt ilyen nagyon színes, hát igazából annyira nem is színes, de ilyen mintás ruhák, ezeket is látok a képeken, ez is jó lehet. Na most akkor ránézek újra a képre, mert nem vagyok abban biztos, hogy ezt esetleg lehet-e
gyerekeknek. Aha, a gyerekek azok ilyen, hát csak itt vannak gyerekek, úgy tűnik csak itt ilyen. Úgyhogy, hát végül is, hogyha valami buli van, akkor végül is miért ne? Vagy hogyha egy kicsit összeszedték már magukat pénzügyileg a családok. Ha, mi van itt még? Ó, ez is tök jól néz ki. Ó, ez is jó. Bioshock Crib, ezt is letaltam, ez is nagyon tetszik. Ó, itt van egy ilyen printing press, ami szerintem ilyen nyomtató, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Fogalmam sincs, hogy micsoda, de ami kompjúterként funkcionál, én ezt nem fogom szerintem letölteni, mert nem. Mert nekem már van amúgy is ilyenem. Mi van itt még? Old timey music gadgets, ez jöhet. Ez mindenféle ilyen bakelit lemezes lejátszós cucc, meg ilyesmik. Többi annyira nem érdekes. Itt megint van egy ilyen tök jó ruha gyerekeknek. És ezek már ilyen nagyon... Ez is jöhet, és ez is jöhet. Ezek is jók lesznek. Ja, mi van itt még? Azték ilyen víz, babrós, nem tudom micsoda. Ez ilyen vízköpő akar lenni, vagy nem vízköpő, nem tudom, mindegy. Ami kézmosóként funkcionál. Ez esetleg jöhet. Ebből a kicsit nem túl színes, esetleg tök jó lehet. Vannak itt mindenféle állatbőr szőnyegek, amik annyira nem kellenek. Ez pedig egy ilyen Small Wild West Set, illetve Wild West Set, csak nem tudom kimondani, ami hát annyira nem fontos nekünk. Ez meg ilyen prehistoric sauna, de jó ötlet egyébként, ez tetszik. Nagyon tetszik. Ó, és itt van ilyen gyerekágy, ami ilyen más... Tehát ilyen, mindegy, értitek, ez is jöhet nekem. Ez is tetszik. A barlang, de jó. Tudor wallpapers, these switches. Wow, ez is jöhet, ez is tetszik. Oké, van itt minden. Ágyútól kezdve, trónon át, egy egész valamíg, ez nem is tudom micsoda. Ezek mondjuk jól jöhetnek, ilyen asztalok és mindenféle más, ez is jöhet. Ez wall panels, ez nem is tudom micsoda, szerintem ez a falat akarja, a tapétát, amit 18. század, van itt mindenféle, amit csak el tudtok képzelni. Nagyon-nagyon sokféle van. Vannak ilyen recolorok is, ilyen ablak recolorok, ami jöhet nekem, mert nem vagyok túlságosan kibékülve az ablak szín választékkal. És wow, mennyi tapéta! Te jó ég, ezek mind jöhetnek, ezek nagyon szépek. Azt ez is mennyire tetszik. Ezek tök jól néznek ki. Na jó. És szerintem a végére is értünk lassan. Rustic wooden floor set, újabb wallpaperök, és ez pedig egy ilyen how to create a park, ez már mindegy. Úgyhogy most megnézem még, amit szerettem volna a hajaknál, hogy esetleg van valami más, vagy csak azok, amiket, igen, csak ezek vannak, amiket néztem. És akkor most megnézem a modokat, hogy milyen modok vannak. Csak ez a boxolós, hogy kesztyű nélkül boxol, pózolk. Hát igazából itt is csak azok vannak, amiket néztem, úgyhogy igazából ennyi, és ennyi is lett volna ez a videó. Majd valamikor rátérünk az 1920-as évekre, itt ezen belül van minden. Ruhák, mindenféle create a sim dolgok, functional objects, furniture, build mode, és van a modernen belül is minden, úgyhogy, illetve itt is ugye prehistoric, tök mindegy, Celtic, Ancient, Greece, Rome, Medieval, Wild West, Regency, Rococo, Victorian, azért nem választottam ki semmiféle, itt ilyen semmiféle, hogy is mondjam, típust.
semmiféle ilyen típust, mindegy, nem tudom elmondani, mert nem vagyok abban biztos, hogy milyen, illetve nem voltam, és mai napig nem vagyok abban biztos, hogy pontosan milyen ruhákat keresek, és milyen dolgokat, hogy azokat pontosan minek hívják, de ezek szerintem tök jók. Szerintem ez majd inkább az 1910-es években lesz jó nekem, úgyhogy ezt majd akkor fogom használni, és lehet, hogy ezt is, bár nem biztos. Nem tudom, majd meglátjuk. Ezeket most egyelőre letöltöm, és igen, letöltöm őket. És remélem, hogy tetszett nektek azért ez a videó, és remélem, hogy nem volt túlságosan unalmas most így hirtelen. Ennyit tudok mondani. Belinkelem, mint mondtam a videó elején is mindenkinek, belinkelem a, vagy hát illetve ezt az oldalt belinkelem nektek, hogy tudtok majd nézegetni rajta dolgokat, és hogyha valami megtetszik, akkor töltsétek le, mert szerintem nagyon jó dolgokat csinál ez a Choice, aki csinálja ezt az oldalt, igazából pontosan nem tudom, hogy hívják, de akkor én most el is köszönnék, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai videóban, és remélem velem tartotok a következőben is. Sziasztok!